Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható december hónapban a Szkorpión jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a havi jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Amire szeretném felhívni a figyelmeteket, itt ezen a csatornán vannak új felvételeim. Itt asztrológiáról van szó, de ez nem egy napi horoszkóp, vagy nem egy horoszkóp elemzése, hanem ha én bepillantok a napi horoszkópba az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, és észreveszek valamit, ami számomra fontos, akkor úgy gondolom, az számotokra is fontos lehet, és ezeknél a felvételeknél erre hívom fel a figyelmeteket. A felvételeket kozmikus üzeneteknek hívom. Az lehet, hogy nem minden nap van ilyen felvétel, hiszen nem minden nap van különleges esemény, de ami fontos, azt mindig egy nappal előtte közlöm veletek. Tehát, ha hétfőn megjelenik egy felvétel, az a keddi napra szól, és akkor egy nappal előtte tudjátok az, hogy mi történik holnap, mire kell odafigyelni. És szerintem ez nagyon előnyös lehet számotokra is. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. A fejed fölött lévő kártyák utalnak a gondolataidra. Itt megvan a kisugárzásod, szeretnél tisztán látni valamit, tisztázni bizonyos dolgokat, itt megvan az ajándék, egy kellemes meglepetés, és az életerő. Ez a medve lehet egy személy is, akinek szava van, ez lehet az apukád, vagy a főnököd, itt is lesz egy jó hír, egy kellemes meglepetés, az is lehet, hogy azt tervezed, hogy te ajándékozod meg ezt a személyt. Itt megjelennek a halak, jelentik az anyagiakat, tehát ez megjelenik a gondolatodban, és a gyermekek utalhatnak a gyermekekre, vagy egy új kezdetre, egy hírre, vagy bizonyos szerződésekre, ami nyereményt hoz. A halak nem csak a pénzt jelentik, hanem a belső értékeket is, hogy te értékes vagy, például a gyermekek számára, vagy itt megjelenik a szerelem, sőt ez a férfi gondol rád, tehát számára is értékes vagy. Ez a férfi egy vonalban van veled, megvan a kettőtök között a kapcsolat. Az ő gondolataiban megjelenik a szerelem, és megjelensz te. De az anyagiak, az értékek is, a gyermekek is ott vannak a gondolatában, ez lehet a gyermeke, vagy egy új kezdet. Itt voltak nehézségek, ez lezárul. A koporsó utalhat egy örökösödési ügyre is. Ami még megjelenik a gondolatában, az a szerelem, te és egy utazás. Ez az utazás lehet egy lelki út és egy lelki kapcsolat. Ez a férfi ezekkel a kártyákkal van egy vonalban, tehát kihat rá. Ez a szerelem, ezek az anyagiak, az értékek, a belső értékek is, hogy te értékes vagy számára, és a nap megvilágítja ezeket a témákat, ő tisztáz veled valamit, vannak tiszta gondolatok és érzelmek. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van,
Itt van utazás, külföldi kapcsolatok, barátságok. Ez lehet egy meghívás, és lehet az is, hogy van baráti kör külföldön, és ők szeretnék meglátogatni őt. Veled is egy vonalban van, tehát fontos vagy számára, sőt, itt van a pecsét, ami jelenti ezt a biztonságot, és a fa szintén a biztonság érzetére utal, ahol le tud gyökerezni. Ő úgy gondolja, úgy érzi, hogy nálad le tud gyökerezni. Eddig is kereste a helyét az életben, és most úgy gondolja, ezt nálad megtalálta. Itt van egy levél, egy hír, ez útban van hozzád, és itt szerelemről van szó. Ha te egy hölgy vagy, akkor ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban. A hold jelentheti az anyai érzelmeket, a gyermekek, egy kisbabának a születését. Ha nem nálad, lehet, hogy valaki a családban így várja azt, hogy ez a kisbaba megszülessen, és itt a virágcsokor az jelenthet egy kislányt. Amit a képek még itt jelenthetnek, az álmok, a vágyak, az elképzelések, egy új irány, egy új kezdet, a fiatalos kisugárzás, és a virágcsokor az jelenti a szépségedet, vagy egy szép környezetet, vagy egy kellemes meglepetést, egy meghívást, vagy egy ajándékot. Te ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, a koporsó jelenthet ugyan örökösödési ügyet is, itt van egy ingatlan, vagy anyagiak, de a koporsó jelentheti azt is, hogy leszársz bizonyos témákat. Például itt ezt a köves utat, a nehézségeket a múltból. Fontos az anyagiak, de a megbecsülés is, fontos a belső érték. Itt folyamódnak az események, tisztázódnak valamik, az anyagiakat illetően és a szerelmet illetően is. Ezekről a kártyákról itt már beszámoltam, egy vonalban vagy a lelki társaddal, itt meg lesz a biztonság érzete. És most megtekintjük azt, hogy mi történik az egyes hetekben. Első hét december hónapban itt felül látható. A ház jelentheti az otthonodat. Itt lezárul valami. A ház az utalhat családi kapcsolatokra is. Vagy ha tervezel egy ingatlan eladását vagy vásárlását, akkor itt inkább olyan régi házról van szó. Bizonyos dolgok lezárulnak a családon belül. Kiderül az igazság, megvan ez a fiatalos kisugárzásod, itt megszépítesz valamit a környezetedben, megvan az életerőd, a gyógyulás, és a kereszt jelenti a hitedet, vagy a döntéseket, amikor elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozol azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt megjelenik a szerencse, hiszen ez a kapu kinyílik. Ezek lesznek a lehetőségek, ahol le tudsz gyökerezni. A fának van gyógyító hatása is. Ez a medve jelentheti az apukádat, akkor itt megvan a gyógyító erő. Ha ezen a területen dolgozol, az egészségügyi területen, akkor ez a medve lehet a főnököd is. És itt tisztázódnak a dolgok, lesz egy jó hír, egy kellemes meglepetés. Második hét, december hónapban itt látható. Vannak barátok, külföldi kapcsolatok, és a ház lehet egy meghívás, vagy egy látogatás is. De még vannak nehézségek az anyagiakat illetően. Lehet, hogy
ez az utazás később fog megvalósulni. Rendezni fogod az anyagiakat, mert a nehézségek, a kiadások elmúlnak, itt lesz egy szerencsés fordulat és egy stabil anyagi helyzet. Ez a levél lehet szerződés is, és itt jön ez az újdonság, lehet, hogy egy meglepetés. És itt a horgony nem csak a biztonság érzetét jelenti, ahol le tudsz horgonyozni, hanem jelenti a munkát, a hivatást is. Itt lesznek változások és szerződések. Ez a munkahelyi változás, ez eltarthat április hónapig, mert ez a 4 levelű lóhere április hónapot szimbolizálja. Harmadik hét, december hónapban itt látható. Ez a kártya jelenti a mozgást. Minden lehet, ami mozog. Sport, autó, kirándulás. De ez a kártya jelenthet egy lovas férfit is, aki közeledik hozzád. De a múltban voltak itt nehézségek, megbántott téged, valami átláthatatlannak tűnt. Fordíts hátat ennek a férfinek, mert itt megjelenik a társad, aki gondol rád, és szeret téged, itt van a remény, az utazás, és a jövő, akkor itt kivirágzik, itt problémák vannak. Viszont, ami ezt a férfit illeti, itt lesz egy közös út, ami minden jóra fordul. Utolsó hét, december hónapban itt látható. A könyvek jelenthetik az ő tudását, vagy egy továbbképzést is. Itt kinyílik egy ajtó, ezek a lehetőségek, nálad is, és nála is. A könyvek jelenthetik az ő zárkózottságát is, és ezzel a kulccsal lezárja ezeket a témákat, és nyitott lesz, hiszen a kulccsal kinyílik majd valami, jelenti a nyitottságát is, érzelmekről beszélni, mert itt a hold jelenti ugyan az anyai témákat is, de jelenti az érzelmeket is. Itt tisztázódnak bizonyos dolgok. A háttérben ez a kígyó lehet egy nő az ő múltjából, itt vannak a nehézségek, a problémák, itt van a felhő, ami átláthatatlan, sőt, ez az ostor jelenti a fájdalmas emlékeket, vagy az is lehet, hogy ez a nő meg akarja bántani őt, és az egerek itt segíteni tudnak, mert ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a problémákat, a fájdalmas emlékeket, sőt, el tudják ezt a kapcsolatot, ezt a nőt is távolítani. Miután ez megtörtént, úgy december végén, január elején, a csillagok szerencsét hoznak. Sőt, minden úgy lesz, ahogy a csillagokban megvan írva. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!